tárgyalkotás kiállítás olyan válogatás, amelyre kattintva az adott tárgyszó tartalmazó különböző tartalmak ugranak fel. Képzőművészeti és dizájntörekvések, anyag és formai kísérletek, szobrászi festői útkeresések eltérő műfajokon átívelve, sokszor azokon túlmutatva, új alkotói módszereket felfedezve. Mindezzel találkozhat Pécsen a Nádor Galériába betérő művészetpártoló közönség. Professzor Fusz György kerámikus iparművész egyetemi tanár, a PTM Művészeti Korona Doktori Iskola témavezetője, 20 évig tanította a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. Ő nyitotta meg a kiállítást. A tárlat a Pécsi Design Héthez kapcsolódik. Már több mint 10 éve, hogy kapcsolódtunk a budapesti, már nagyon bejáratott Design Héthez, ami nemzetközi szinten is azért nagyvárosokban megvan, és 10 éve akkor volt egy olyan elképzelés, hogy vidéki városokban is, akik szeretnék persze, kapcsolódhatnak ehhez. És akkor kezdtünk el együtt a kamarával, itt Pécsen, hogy csináljuk meg. Ha már itt van egy ilyen dizájn, akkor kezdett el igazából kialakulni nálunk a dizájnképzés a művészeti karon. Lett is egy ilyen tanszékünk, dizájn és média művészeti tanszék, és akkor ezen belül van a tárgyalkotás szak, ami hasonló, teljesen ugyanúgy paralel, mint a MOMÉN tárgyalkotás. És hát így, mivel szoros a kapcsolatunk a MOME tanáraival, hallgatóival, az egész egyetemmel, ezért gondoltuk, hogy akkor legyen egy ilyen közös kiállítás, mutassuk meg, hogy hol állunk éppen ezeken a területeken, a kerámia, az üveg és a úgynevezett fémműves szakok vagy specializációk területén. Ezek a művészek folyamatosan készültek alkotóik által, még diplomamunkák is láthatók a tárlaton. Sőt, van itt egy olyan tárgya MOMÉ-ről, sőt tőlünk is, amelyek nemrég szerepeltek a Pécsi Kerámia Triennálén, és díjat is kaptak. Tehát ezek a diplomamunkák, folyamatosan készülő vizsgamunkák, illetve hát lehet, hogy menet közben, nem tudom éppen a MOMÉ-n, hogy mint alakult, milyen válogatás volt. Ez a tanári válogatások egyébként. És hát persze mindenki meg szeretné mutatni a legjobb tárgyait, mi is a legjobbakat hoztuk ide. Talán ami még különös a nálunk, hogy mi elég nagy hangsúlyt fektetünk a betonra, tehát a beton, mint a szilikátokhoz tartozó, a kerámia mellett elég jelentős nálunk. Ami különbséget lehet talán mondani, az, hogy a sokkal tradicionálisabb, régebb óta a MOMÉ-n kialakult és nagyon jó felszereltséggel van az üveg területe, tehát ők üvegkutával rendelkeznek és a meleg üveget elég gyakran használják, ezt mi Pécsen még nem tudtuk, de ugyanúgy ott van, tehát az ünnep ragasztott üveg, csiszolt üveg az természetesen nálunk is jelen van. Én látok finom kis különbségeket, erősségeket, akár gyengeségeket mindkét területen. Én tanítottam 20 évig a MOMÉ-n is, úgyhogy tudom, hogy körülbelül hol áll, és milyen tendencia és milyen irány van a MOMÉ-n. Nálunk egy picikét talán más itt Pécsen. Mi jobban ragaszkodunk a kézművesebb jellegű megoldásokhoz, de ez nem feltétlenül, ez megint hallgatója is válogatja, hogy éppen milyen irányba szeretne elmenni. Fusz György szerint nagyon izgalmas dizájn jellegű tárgyak láthatók a kiállításon. Azért mondom, hogy jellegű, mert azért elég sok esetben az látható, hogy hát nem feltétlenül a használati vagy alkalmazott művészet érdekli annyira a fiatalt, hanem esetleg plasztikai jellegű vagy egy egyedi megoldású tárgyak. De összességében egy nagyon jó képet mutat a két egyetemnek a képzéséről. A tárgyalkotás című kiállítás a Nádor Galériában megtekinthető október 24-éig.